Ha nyár, akkor amúrhorgászat. Egyre többen horgásznak céltudatosan amúrra, és egyre több olyan etetőanyag érhető már a horgászboltokban, amelyek kifejezetten ennek a halnak az ízlésére készültek. Azonban az nem kérdés, hogy a legtöbb ilyen jellegű eledel tejsavas eresztéssel feltárt magvakat is tartalmaz. Ennek az összeállításnak az alapja a Fermentix tejsavas nagyamúr etetőanyag, amelyet ez esetben a méltán híres amúrlamúrral egészítettünk ki. Ennek oka, hogy az utóbbi olyan naturális, látványosan felhősödő kaja, amely a zöld takarmányt is fogyasztó amúrok kedvence. Első lépés, hogy az amúrlamúr etetőanyagot 500 ml vízzel bekeverjük, majd félretesszük 10 percre később, hogyha még szükséges, lehet rá vizet tenni. Ezt követően érdemes átrostálni ezt a kaját, majd ugyanazon a törőszitán a Fermentixet is áttörni, majd az etetőanyagokat és a torpedók csemegéjét a Fermentix additív roppantott magmix tejsavas betainos adalékot összekeverjük, és tulajdonképpen kezdődhet is a horgászat. Ez az etetőanyag felkínálható pelletféder, vagy akár metod kosárba töltve. A lényeg, hogy érdemes egy pontba bejuttatni, hiszen az amúrok szeretnek habzsolni. Így ha oda találnak a horgászhelyünkre, jó eséllyel többet is horogra lehet csalni belőlük. Csali gyanánt, a spécikon meg a nagy amúr került ebbe a csomagba, amelyet önmagában csalitüsként lehet felkínálni, de az etetőanyagban lévő savanyú kukorica szemekkel kiegészítve remek csali kombinációt is el lehet készíteni a segítségével. Ebben az esetben a plusz aroma a Blendex Serum fokhagyma plusz mandula, melyet akár amúr, akár ponthorgászatok során is tudunk alkalmazni.